voltam, akkor már a mongóliai úti tapasztalataim alapján láttam, hogy ez egy gyönyörű helyszín egy hun temetőnek, két egy láb közötti völgy, és nagy reményeket fűztem a szemmel látható kő körök kapcsán, hogy ez egy reményeink szerint szép hun temető lesz. És most, hogy kezemben tarthatom az egyik sírnak a koponyáját, ami ráadásul Mongólia talán első rabolatlan hun sírja, tehát egy nagyon-nagyon ritka dolog, hogy a hunkorban nem rabolták ki a sírokat, vagy a hunkor után. Tehát, hogy olyan sírt találjunk, ami hunkori és rabolatlan. És ennek a koponyáját a kezemben tartatom, illetve a többi feltárt sír, amiben a rablás ellenére vas hunüstöt találtak, ami szintén ebben a méretben, amit megtaláltak, szintén egyedülálló. És hozzátenném, hogy csak 7 sír van feltárva körülbelül a 40-ből. Tehát le vagyok nyűgözve, és életem egyik legnagyobb élménye, hogy itt lehetek. Az itt látható koponyán látszik, hogy nagyon megvannak kopva a fogai, sőt hiányosak. Az alsó áll kapcsán már vannak benőtt foghelyek, amik már több évtizede hiányozhattak neki a rágó fogai. Tehát minimum 50 éves volt, de az is lehet, hogy 60 vagy még idősebb. Tehát ez egy igen nagy kort megélt halott volt abban az időben, tehát egy tekintélyes öreg férfi az egyértelmű. Itt ezek az izomtapadási pontok, ezek a lyukok mutatják, hogy egy erős, szikár, izmos ember lehetett. Nagyon erős a járócsont kinövése, a szemöldökcsontnak a kinövése, ezek mongoloid jegyek. Viszont maga a koponya alakja, ez európid, tehát ez egy kevert népességre utal, úgy hívják a szaknyelven, hogy európa-mongolai. Archeogenetikusaink Endre vesz belőle mintát, ez a fűjárat, és a fűjárat alatt ez a csont, a legvastagabb csont a koponyában, ezt hívják sziklacsontnak. És akkor ezt itt ezen a lyukon keresztül megfúrja, és a kijövő csontporból vesz archeogenetikai mintát, illetve vannak kiesett fogai, annak a fogtövéből az a másik legjobb, tehát a sziklacsont meg a fogtő, illetve C14-es mintát is veszünk mi is, legyenek a mongolok is, majd legalább lesznek kontroll eredmények, és akkor meg tudjuk határozni a korát a csontnak, illetve a genetikai összetételét, ami a jövő zenéje, de hát reméljük, hogy lesznek kapcsolatai korábbi mintákkal, és akkor tudunk mondani valamit. Így is úgy is fogunk tudni mondani valamit a származásáról, de hát szeretnénk, ha lennének kapcsolódási pontjai Kárpát-medence felett.